A X-Singers búcsú koncertjét szombat este tartotta a Rózsakert szabadtéri színpadon, ahol már egy órával a kezdés előtt majd megtelt a nézőtér. Az X-Singersben anyukám is énekel, meg a nagynéni, és szeretjük ezt a kórust, és büszkék vagyunk rájuk. Mintegy fél évvel ezelőtt kezdődött a koncert szervezése, és szinte rögtön elkeltek a jegyek. Az egykori X-Singersesek az ország szinte minden tájáról érkeztek a nyíregyházi próbákra az elmúlt hónapokban. A kórustagok között édesanyák és édesapák is vannak, sokan már csak szabad idejükben énekelnek. Nagyon kevesen mentek a mostaniak közül erre a pályára, ami a éneklés és színészet akár. Mindenki nagyon szanaszét van, és nagyon másfajta dolgot csinál. Van ügyvéd, van bankos, van bíró, tehát mind tanár, mindenféle, hol képviseljük magunkat. Viszont van olyan, aki tényleg ezen a pályán indult el. Láthatjátok majd ugye a mai este műsorvezetője az Luther Imre, aki ezen a pályán van, és nagyon sokféle fórumon megtalálhatjátok. És nagyon köszönjük, hogy ezt elvállalta, hogy ismét vezeti az egész koncertet. Luther Imre, az est műsorvezetője mosolyogva hívta fel a figyelmet, ez már a harmadik búcsú koncertje az X-Singersnek, erre utalt Nyíregyháza polgármestere is. Dr. Kovács Ferenc szerint a legnagyobbak teltházas búcsú koncertet adnak, de a legeslegnagyobbak több teltházas búcsú koncertet is adnak. A X-Singers egy olyan közösséget is hozott létre, és tartott fenn éveken át, ami nem csak a városunk zenei, kulturális életét határozta meg, hanem a közösség életét is. Tehát azt gondolom, hogy ez ebből a szempontból mindenkit megérint. A Zrínyi Ilona gimnázium kórusa a kezdetekben csak az intézmény falai között énekelt, majd egyre több helyen mutatták meg tudásukat a fiatalok. Koncertek, tévészereplések, külföldi meghívások, nagy sikerű kedvelt volt az X-Singers, emlékezett vissza a dr. Bánhidiné Maróti Magdolna, a kórus vezetője. Sok mindenre büszke vagyok, tehát mondhatnám most azt itt, hogy igen, benne voltunk a Friderikus Showban, ez egy nagyon nagy dolog volt akkor, vagy az, hogy az országos Ki mit tudom második helyezést értünk el. De én arra is nagyon büszke vagyok, mikor láttam egy-egy növendékemet, hogy fejlődik, hogy alakul a hangja, és amikor a szólót énekelte, akkor én is elcsodálkoztam, hogy úristen, ez a gyerek mennyit fejlődött, hogy milyen szép hangja lett, hogy mennyire tudja már, hogy mit kell a színpadon csinálni. Úgyhogy én mindig büszke voltam, és az is maradok az összes tanítványomra. Az X-Singers tagjai a megszokott fekete-piros színű ruhákban léptek színpadra, vezetőjükkel együtt is énekeltek többek között az Oh Happy Day című dalt. Az Apáca Show slágere mellett Abba, Cher, Neoton és Madonna ismert dalait is énekelte a kórus szombat este. A búcsú koncert nagy sikerű, teltházas volt.